pincér alapozó vizsgát láthatunk. Ez nagyon fontos minden esetben, még akkor is, hogyha a diák nem ezt a szakmát választja. Ugye, mert itt fogja eldönteni, hogy szakács, cukrász, turisztikai szakember, vagy pedig pincér lesz. Véleményem szerint minden tudás hasznos. Tehát bármilyen területre téved az ember, azáltal, hogy minél több szakmát elsajátítene, ennél fogva sokkal szertágazóbb a személyisége. Egyszerű ételmitelítést kell kukálni az asztalnál, utána pedig vendégeket beinvitálni, illetve felszolgálni, ezen kívül pedig egy koktélt kell keverni. A vendégekhez oda kellett menni, be kellett nekik mutatkozni, és a helyükre kísérni őket. A hölgyeknek kihúzni a széket, aljuktolni, és frissítővel kínálni őket. A terítésnél nagyon kell figyelni a távolságokra, a helyesebb eszközökre, a tányérnagyságokra, és felszolgálásnál a sorrendre. Leginkább, hogyha például hal tempurát szolgál az ember, akkor nyilván át kell teríteni halvillára, halkésre, és a kanál is a többi eszköz lejön. A szakács, cukrász szakmánál ott van egy produktum, van egy termék mögötte. Tehát ez egy elég összetett dolog, mert egyik se létezhet a másik nélkül. Tehát arra gondolok, hogy lehet szép, ízletes ételeket készíteni, ha a felszolgálás minősége, és itt nem a szakmai részt mondom, hanem a kommunikációs részét, nem a megfelelő, a vendég nem arra fog emlékezni, hogy az étel ízletes volt, szép volt. És ugyanezt vissza is tudnám fordítani, tehát hogyha mit tudom én is, ne adj Isten, mondjuk a csirkemell középen nyers marad, megfelelő szervizzel, megfelelő panaszkezeléssel ezt úgy lehet ellensúlyozni, hogy a vendégnek jó szájíze lesz, mikor távozik, mert a panaszát kezelték, kapott kompenzációt, tehát a pincér szakma igenis nagyon fontos. Nagyon örültem, hogy ezt a szakmát is megismerhettem. Nem áll túl közel a szívemhez, tudtam, hogy nem erre fogok már tovább tanulni, de nagyon jó volt megismerni. Én tavaly nagyon beleszerettem ebbe a szakmába, és én magamban ragadott. Szeretek emberekkel beszélgetni. Egy alapterítést kértünk, egy egyszerű éttermi terítést, ami ugye három fogásból áll a teríték. Ugye van egy leves, egy főétel és egy desszert. Ez tényleg egy alap, tehát erre lehet építkezni. Aki innentől kezdve a pincér szakmát választja, ez az alappal el tud indulni. Tehát már egy nagy forral indul, megszokja a vendégteret, az is sok szimulációs játékot csinálunk órákon, gyakorlunk, tehát nem csak pusztán a tananyagra korlátozódik az oktatásunk, hanem viszünk bele mindenféle szituációs gyakorlatot, esküvő modellezés, rendezvények modellezés, a díszvacsorák, tükörszerviz. Tehát azért mi túlléptünk egy picit a tananyagon, és mindenképpen napra készen szeretnénk átadni a tudást, mert ugye van a könyv, tehát az elméleti tudás, és van a hozzáadott gyakorlati tudás, amit viszont olyan kollégák által tudunk átadni a diáknak, akik a mai napig is éttermekben, rendezvényeken, szállodákban dolgoznak. És ugye a konyhatechnológiai újításoktól kezdve az összes trendek, az új trendekkel tisztában vannak, és ezt mindenképp át kell adnunk a diáknak.